Ahogy ezt már a Sziaszt a nézői megszokhatták, nem maradunk színházi téma nélkül. Rák Zoltánt nagyon sokan ismerhetik már a teátrumból, most például hétvégén az Édes Charityben lesz látható, és az Idétlen időkben is megtekinthetik az előadását. Most egy nagyon különleges beszélgetéssel érkezünk, hiszen a stúdiónkba érkezett Rák Zoltán és az egész családját elhozta hozzánk. Itt van velünk Szakály Viktória, Zétény és Regő is. Köszöntünk mindannyiótokat szeretettel. Szia! Sziasztok! Szia! Hát csodálatos titeket így együtt látni, és azt is látni, hogy Zocsi, ugye mindenki Zocsia, nem csak a színpadon van, hanem apa szerepben is, milyen fantasztikus, és így családként. Meséljetek egy picit, hogy teltek az elmúlt időszakok, milyenek voltak az ünnepek számotokra? Izgalmas volt, igen. Ott kell integetni a családnak, ha akarsz. Izgalmas volt, igen, apa szerepben, hát mindig, most már, hál' Istennek, de hát ez a legnagyobb szerepem az életemben, úgyhogy állandóan ki is tölt rendesen, nincs menekülés. Nagyon jók voltak az ünnepek egyébként. Na, semmi gond. Semmi gond. Szóval, hogy remek volt, sokat utaztunk, voltunk Budapesten, meg voltunk barátoknál, és közben megköltöztünk be a házunkba, karácsony előtt sikerült végre saját ingatlanba beköltözzünk. Hát még ugye már hadilábon van, de nagyon élvezik, mert van kert, meg pince, meg minden, úgyhogy végre elférünk. Úgyhogy szuper volt. Zétény már 4 éves, Regő pedig másfél, úgyhogy már azért igazi kis energiabombák, ahogy láthatják is a nézők. Milyen nálatok a mindennap? Hogyan telnek a mindennapok? Hogy lehet mondjuk szöveget tanulni velük együtt? Hát pont, hogy együtt, tehát együtt, zajos, igen. Ugye együtt, igen, zajos a mindennap, általában ölben van az egyik, sőt most már a kicsi, de amikor ő kicsi volt, akkor is úgy tanultam szöveget, hogy közben, és akkor például a Charityt is így tanultam, hogy vele énekeltem. Közben. Az esti mese volt a szövegkönyv. Igen, mondja, sokszor. Ezt, és még most is a délutáni alváshoz pont a Charityt ismételtem át magamban, mert sajnos elég ritkán játsszuk, bár nagyon szeretem. És akkor így pont azt énekeltem, nagyon szereti az egyik dalt belőle a kicsi. És hát meséljetek picit, nem tudom, gyerkőcök, most figyeltek-e rám, láttátok már apát színpadon? Hát, nem nagyon. Csak felvételről. Mostanában nem voltam mesébe, és nagyon nagy ilyen esti szerepekre még őket nem. Hiszen már akkor már csicsi kéne, hogy legyen, mielőtt lebontjuk a díszletet, de hát otthon is ez van. Így, igen. Zajos az otthonlét. De jól tudom, azért a Szaffira eljutottatok. Igen, a Szaffira, nagyon szerette Zéti a Szaffit. Nagyon jó volt, mert végre kiélhette magát, nagyon-nagyon élvezte, jó hangoskodhatott a többi gyerekkel, úgyhogy nagyon szerette a Szaffit végig. Reméljük majd egyébként hamar téged is láthat szerepben. Igen. Én emlékszem a Mirmurra, az fantasztikus volt, csodás volt, nekem is szórakoztató volt így felnőttként, és biztos imádták volna ők is. Tulajdonképpen Zéti látta csak pocakban, akkor pocakban volt már a vége felé, igen. Ugye? Igen, az akkor volt, igen, akkor. 2017 őszén, sőt december 30-án mutattuk be, tehát ugye akkor januári egy hónap múlva már jött is, úgyhogy ott volt végül is. És a másik darab, amiben most még láthatnak majd a nézők, az Idétlen időkig lesz. Igen. Arra hogy tudtál felkészülni ilyen zajos élet mellett? Nehéz volt tényleg. Arra nagyon nehéz volt, de valahogy megkövetelte ott. Annyira jó az anyag, nagyon szeretjük, annyira adja magát tulajdonképpen, hogy egyértelmű volt, csak hát éjszaka főleg meg korán reggelt, amikor engedte az idő kocsiban, hazafelé állandóan a saját dalomat oda-vissza, tehát hogy ez így. Megkértem a korepetítort, hogy zenéje föl, szóval amikor oviba menet, amikor gyógyszertárba menet, amikor lehet. De látszik, hogy nálatok egyébként tényleg pesgőek a mindennapok, és tényleg azért eseménydúsan telnek ezek, igen, az időszakok. Úgyhogy a színház után nem sok pihi van neked otthon sem. Nem, hogy fog telni ez a mostani év? Hát így. Nos, általában képzeld el, hogy a nagyfiam az sokszor meg is vár. Igen? Tehát sietek sokszor haza, mert nem nagyon szeret elaludni, úgyhogy nem vagyok otthon. Apa meséljen, sok minden, szóval eléggé el vagyunk. Nekem most még jön egy darab, nem sokára, az Augustus Oklahomában, ami egy kiváló dráma,
és örülök is neki, hogy abban vagyok, egyrészt nagyon kedvelem a rendezőt, másrészt pedig az magát az anyagot, ebből egy film is készült, Meryl Streep főszereplésével, szóval egy fantasztikus történet, jó, nehéz, de izgalmas. Abszolút. Az Idétlen időkig egyébként mennyire áll közel hozzád? Ugye mondtad, hogy nagyon jó, nagyon vidám, nagyon humoros, nagyon teli van az is élettel. Mennyire szeretted meg, vagy mennyire tudtad eddig még így? Én ilyen jó zenei anyagot még nem hallottam. Tehát, hogy na, ezek miatt jó zenés darabokban játszani, mert ez annyira komplex és tökéletes. Tehát ez egy zseni, aki ezt írta. De nagyon fel is adta a leckét. Amit a rendező Horváth Illés is szokott mondani, hogy azért ilyen nehéz, mert szenzációs is a nehéz dolgokért, azért meg kell küzdeni. Úgyhogy meg is küzdöttünk vele rendesen, akikről támadott egy zebra, de közben meg, hát egyszer imádom, jó hallgatni is. Nem mindegy, hogy egy olyan zenei anyag tombol éjszaka a füledbe a főpróba héten, a hajnali 3-kor, amikor arra ébredsz, hogy tam-tam-tam-tam, ami kiváló, vagy egy olyan, amit nem szeretsz. Szóval ebben nagyon jó benne lenni. Nagyon, nagyon szeretjük. A színháznak most egyébként egyedülálló módon volt egy jubileum, vagy hát egy első alkalommal lévő szilveszteri gála estje is. Igen. Arról egy picit mesélnél? Milyenek voltak a benyomások? Pont ma olvastam, ma kaptunk a színházban egy levelet egy nézőtől, aki valószínűleg Budapesten, vagy nem tudom, egy más-más városból nézte, és azt taglalta benne, hogy ő évek óta nem nézi ilyesmit, kapcsolgatta a tévét, és egyszer csak így ott ragadt, és hogy arról is beszélt, hogy nem csak ez a színház ilyen megragadó, meg magával ragadó, de nemrég volt újra Nyíregyházán, és most már nem csak a Vadaspark csodálatos, hanem nagyon fejlődik a város, és boldog új évet kíván Nyíregyháza összes polgárának. Szóval megható volt, majdnem tényleg kicsit megrendültem ott reggel, amikor olvastam, hogy meghatódtam, szóval nagyon, nagyon jó leső volt, amit írt. És büszkék is vagyunk rá, mert szerintem egy nagyon jó kis műsort hoztunk létre, amit ugye szilveszterkor láthatott a közönség, mind a tévében, mind élőben. És jó kis sztárok voltak, mindenki Nyíregyházához kötődően. Szóval egy jó világ volt, mielőtt itt lebontják. Igen, de látod, hogy megtalálta a színházat a hátterünkben, úgyhogy. Igen. Szóval nagyon, nagyon, nagyon jó volt. Remélem, hogy még lesz erre alkalmunk, hogy máskor is megcsináljuk a műsort, mert büszkék lehetünk rá szerintem. Nem tudom, hogy láttad-e. Nektek hogy telt a szilveszter? Jól, bulisztunk a srácokkal, a barátoknál voltunk, ahol szintén van két kisgyerek, két kisfiú, úgyhogy ment egész nap a dajdajozás, és másnap pedig hát elmentünk a Vaszkó Bence barátomhoz, akit ugye ismerhetnek a nézők, mert sokáig volt itt szerződése. A feleségéhez, Bende Kingához, aki szintén volt itt szerződésben, és hozzájuk elmentünk, és disznót vágtunk. Szóval nagyon viccesen telt, de legalább találkoztunk, mert nagyon ritkán tudjuk összehozni. Úgyhogy ilyen, nem is tudom, hogy jött ez az ötlet, viccesnek tűnt, és tulajdonképpen hasznos lett. Szóval így pörgős volt. Hát akkor én minél több energiát kívánok nektek erre az elkövetkezendő sok-sok évre, egyébként még ami valószínű lesz a gyerkőcöke, főleg ha ilyen elevenek, és hát ki tudja, lehet, hogy nem sokára majd őket is láthatjuk akár a színpadon. Az micsoda büszkeség lenne nektek. Igen, csak ne váltsanak le. Reméljük, azért pár éved még van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Köszönöm. És ezt a beszélgetést is. Köszönjük szépen. Mi is. Sziasztok.